Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túszány vagyok, és ma ismételten egy félelmetes történetet hoztam el nektek. A következő lány 4 éven keresztül a halott apjának írt minden egyes nap, majd váratlanul egyszer választ kapott. Még mielőtt ennyire belemennénk, meg szeretnélek titeket arra kérni, ha érdekel hasonló téma, hasonló történetek, akkor már most mindenféleképpen nyomj egy lájkot és kommentbe írd meg, és videó közben a történetről a véleményedet is, engem pedig azzal tudnál legjobban támogatni, hogy feliratkozol a csatornámra, majd benyomod a csengőt, mivel minden nap délután 4 órakor premier, és így akár te értesülhetsz róluk elsőként. Most pedig nézzük. Ez a lány 4 éven keresztül írogatott a halott apjának, amikor váratlanul választ kapott. Az élet olykor nehéz, általában örülünk, hogyha boldogság történik egy emberrel, vagy akár saját magunkkal, de vannak esetek, amikor szomorú dolgok történnek, ezzel a lányjal is ez történt. A lány átmenetileg egy görkorcsolya pályán dolgozott, és amikor elvesztette az édesapját, akkor is éppen a munkahelyén volt és dolgozott. A lánynak a természete rettentő jó volt, segített a rokonjainak rengetegszer, és még a kisgyerekeknek is. Kezdte a kollégiumot, és az élete nagyon nagy nyugovóra tért. Pont amikor minden jóra fordult volna, és nyugodt élete lehetett, beütött a baj, és felborult minden. Eljött a hatalmas fordulópont, az édesapja meghalt, mivel karambolózott, egy fával 90 km/h, az autó motorja berepült a szélvédőn keresztül, és a férfi egyből meghalt. Édesapját ezután egyből elszállították a kórházba, a lány teljes mértékben megőrült, ami teljesen normális, viszont egy nem szokványos dologhoz fordult, ez nem volt más, mint hogy minden nap egyetlen üzenetet küldött az édesapjának, miután feldolgozta tényleg azt, hogy elhunyt, kis idő elteltével elkezdett minden nap egyetlen egy üzenetet küldeni az édesapjának. A lány nem tudta, hogy mi történt a saját apjával, lehet, hogy alkoholt fogyasztott, vagy esetleg öngyilkos akart lenni, erről semmi információja nem volt. De egyértelműen a balesetnek az volt az oka, hogy túl gyorsan haladt. A lány ez mellett rengetegszer hívta a telefonját, próbált neki írni, vagy esetleg megpróbálta felhívni másik telefonszámról, de semmi. Pár nappal később rendszeresen egy úgymond naplót kezdett el levezetni üzenetben a halott édesapjának. Leírta benne, hogy milyen napja volt, hogy telt, hogy mi történt vele, majd később elkezdett vele még e-mailezni is, de nyilván semmi választ nem kapott. Ezt 4 éven keresztül folytatta, amíg egy nap az apja halálának évfordulója előtt, egy nappal előtte valami elképesztő csoda történt. A lány választ kapott, viszont most jön a hatalmas csavar. Igen, választ kapott, de nem az édesapjától. Egy férfi volt az, aki lényegében arról írt, hogy ő nem az apja, viszont az elmúlt 4 évben az összes üzenetét látta a lánynak, a naplóját, és alig várta a reggeli és esti frissítéseket a naplóval kapcsolatban. A neve Brad volt, és ő pedig a lányát vesztette el autóbalesetben 2014-ben. Azt mondta, hogy ezek az üzenetek, amiket a lány küldött, tartották konkrétan életben, és ez adott neki erőt. Azt is mondta, hogy sajnálja, hogy a lányjal ez történt, ténylegesen évek óta figyelte a naplóját, és szinte azt is végigkövette, ahogy a lány felnőtt. Ez a férfi rengetegszer gondolt arra, hogy visszaírjon, de mindig meggondolta magát, mivel nem szerette volna a lánynak a szívét összetörni, hogy megtudja, hogy ezeket az üzeneteket már másnak a telefonja kapja meg. A lány rendkívül intelligens volt, a férfi pedig megköszönte, hogy tartotta benne a lelket, és ezáltal átvészelte, hogy a kislánya elment. Úgy gondolta, hogy ez az a nap, amikor már tényleg be kell vallania azt, hogy mégis mi történt pontosan, mivel eltelt 4 év. A férfinak rengeteg követője volt, és ezt a hatalmas történetet megosztották a közösségi oldalakon, és rengeteg emberhez eljutott a sztori, és mindenki ledöbbent, lesokkolódott. A lány azt mondta, hogy ezt egyáltalán nem bánta, sőt, szinte örült is neki. Írd meg erről a történetről kommentbe a véleményedet. Ha érdekel hasonló történet, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot és hozd meg ezt a videót a barátaiddal. Ha szeretnél támogatni, akkor pedig iratkozz fel, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!